lesz, után folytatjuk a Phoenix Man Attorney Trials and Tribulations, de a harmadik epizód, a második nyomulás. Itt már meg ismerkedik konkrétabban az Archimedes. Január 7, 12:52, Ride and Go, többi iroda. Hogy ment a tárgyalás melyiket? Ugyan, ne? Nagyon nagy volt az örület ottan, de ezt majdnem megölt a lehetőség. Megkutyusztunk bohócomra. De kurva, se nem lehessék, de semmi. De még a pincérnő kilétét sem fedeztük fel, aki adta neki azt a kávét. Amit tudunk, csak az, amit az a öreg bohóc látott. A kötény, meg a... meg az a mas. Még azt is, hogy az áldozat fülhallgatót hordott, de az egyik füle megsírt. És gyógyulóket a... Január 7. rendőrség. Gamsu de Nietzsche. Ez a volt. A komputer veszeket. Különben, hogy ne játsszon az internetben. Én Meltor. Mindenki kap. Mindenki elfoglalt. Inkább pánikba van kes. De hiába megyek. Most miért nem tudok beszélni Maggie-vel. Január 7, Travian. Üres, Zani. Pedig Kevin. Gássú, tehát egy TV-t van. Hívjak 8-at. Rosszabb. Ja, biztosan valamire beszélt, te magába. Biztosan rádió. Ebéd. Még az a 20-szer. Majd te. Hát igen, ez egy réma. Hogy nézek meg itt személyébe ezek? Tényleg igaz, igazat mondta arra, hogy mi... Hát... Én mindig tanulok elmondásokat adva, ahol másokban... De most nem tudtam kitalálni sem. Nem voltam, nem találtam semmilyen jó. Gondolom, minden megtett csak, hogy cseh. Ez így megy. Svájci sajt.
hogy megint mondott el rólam valamit. Azt, hogy utálja, és nem akarja látni. Most, és aztán de felrobbantott. Miért? Most falba veri a fejét. Most vedét. Hogy érzed? Nem volt rossz. Jó, gondolod. Na most már is utálja a Twin Teeset. Az ő. Tehát a Twin Teeset tényleg. És nehéz maga elismerni, hogy hogyha... Szaranyról bassz. Talán lehet, hogy jött idegben. Talán azért, mert hallott a Twin Teeset. Ebben nem sokat tudunk róla. Csak meg kell kérdezni a detektívtől. Rádió. Szóval te hallottad a rádió? Nap egy gyakorlott. Egy szájlok. Valami titkol. Ez könnyű. Mondd el szigatot te. Mit hallgat? Nem mondja. Majd meglátja. Hát ő milyen hangos volt. Ennek bizonyára lehetett köze a... Nem csak... Lottery. Nincs más, igen, ez az. Take that! Téved? Autóelményeket te hallgatod. Azt gondoltad, hogy nyerhetsz valamit, ahogy... Elgyorsult. Elmondta, hogy semmiség. Azt gondolta, hogy tesz egy próbát. Mi van mindenkivel a lottóval? Hogy ment? Csak 50 centet nyert. Ez jobb, jobb így nyelni, mint semmilyen. Egy mérges. Ez átveti, hogy így jött, ahogy jött Glenel. Mert tehát van egy különleges rádiósor. Ami kimondja a győztes szám. Tehát azt hallgathatta, hogy az a nyelv. Próbálj el még.
ez 1 óra 30 perc után volt. És mindig ugyanabban az időben. Tehát ez a Millió Most rádió legnagyobb. Az is egy fontos bizonyíték. Hát ő is akar egyet, de ez mert ne kerül. Egy programozó géniusz. Jakao Computer, ahol dolgozunk. Veszi mit a kompjúterlet? Hát nincs semmi köze a megének a vált. Stand-up idei. Van ilyen gyémbancsokó? Tettetek látogatást arról a Greg dolgozott? Hol van? A Blue Screens RT-n. Tehát egy új helyszét megaktiválva. Január 7, Trébien, konyha. Armstrong beszél valaki. Egy. Közül van. Van vét a nyomfő? Ára. Kettő. Hát elég forró lesz, úgyhogy. Na nem szerint. Ígérve, hogy minek is. Három. Szereti a tüzető. Szereti a hallgató. És jobban érkezik. Négy. Akkor ne hagyd magamra. Gyere. Bízzak benne? Hát nem megy vissza. Öt. Beszélj mással is, és akkor leszól. Hogy segít rajta? Hat. Jó, azt jelenti a 20. Nagyon. Épp. Kérdésnek látom. Van baj van a személyével. És erre adja azt a... azt a szart. Trébien. Nincs elég fogyasztó, ugye? Hát tökéletes idő, hogy meglátogatok. És még mindig félsik főzni osztni a az üzlet egy nehéz. Talán a név a probléma. Az emberek nem értik. Azt gondolják, hogy ez Trey.
Exclusivo. Itt el. Azt gondolok, hogy ez egy gyors érkezés. Ott. Amstok érkezés. Hát ez. Hát ebből bizony. Ez bizony. Szerintem az élet. Végsőn ki kérek mi. Ki mondom ő? Igen, egyszer. Hát kedves nekünk. Szereti a húst, meg a tüzet. Hát szerintem egyértelmű, hogy miért félbeszélt. Akkor mutassunk neki valamilyen bizonyítékot. De vajon milyeniket? Ez lesz szóval, remélem. Mert csak ez lehet. Amíg ez a papír érkezik, addig egy angyal. Hát valaki bizony segítenie kell. Hát pénzre... Amiket elutasítom. De a keze meg van kötve. De nem mondta semmit. Ha meg elmondja, akkor meg. És sajátával megesz. Hát remélni, hogy nem úgy értette, hogy szó szerint vágja a kókát. Hát úgy tűnik, hogy neki közel van a kölcsön kapcsolathoz. Ja igen, ezt a kölcsön szerződéskát megmutatom neki, mert bizony a kölcsönt vett fel. Mert nem menjek ki az ügyet valamilyen. Most már beszéljél. Írja. Ijesztő egy nő. És a kölcsön irodából. Tehát ott... Ott vette fel a félmilliós kölcsön. Tender Lendernek hívja. Szóval ott egy uzsorástól kérnek kölcsön. Hát nem szabad kölcsön felvenni azon. Az a húzsorásokkal mindenkik, ha csak kell, akkor csak 10 dolar. A kérdés, hogy van-e ennek közel az ügyhöz?
Gyöngyönök. Amikor mérges, akkor vendége. Vendége volt. Hogy jelenítassak. És azt kell, azt a kölcsön kell visszafizetnie. Szóval ez, bizony ezért lopta a magátámat. Olyan van mindenki, mint a szolgáj. Meg kell tenni, amit mondom. Tiger. Ő a tender menedzsere. Szóval ő az a passzokó. És amikor üvölt, nagyon nagyon megjegy, és hangját még háromig is hallanál. És elsírja magát, egyszer meghallja. Szóval az a faszokból a tüske... A tüske hallja, meg az erős hangú vetés. Szóval ő az Áfénix. Igen, de neki is tüske feje van. Tehát hasonlít Phoenix Wright-ra valamennyire. Business Square kell menni, hogy mehetünk itt volt. Szüksége van a pénzre, akkor lehet egy kölcsön tenni önöket. Hogyha nem később, mint 3 dollár. Köszönöm, ajánlatok. Még nem megy el. Még valamit elfelejtett. Vagy szívesség. Megint. Szóval ezt a kaját adjuk. Aggódik érte. És bizonyára nem is igazán eszik. Hát azért, mert nem szívesen akar. Nagyon rossz, hogy kijött a cella. Mennyi vésli van ott? Hát ennyi húst nem tudna megenni akárki. Szereti a vésrit. Években tehet ezt megcsinálni. Én nem mondhatok nemet. Talán meg ezt kegyet hagyjászik. Számít rám. Na, még nem tudok beszélni vele. Melyik legyen ez vagy ez? Inkább lesz ezt. Vitamin Square. Nem látjuk ezt a kudót. Talán még több madár eredet. Thank you.
Jön a hét Tender Lender. Hát úgy tűnik a dégrése nincs a híven. Kérdező. Kulcsa hangul. Itt vagy, hogy kölcsönre beszél. Nem egészen. A menedzser most nincs itt. Várjál. Most elmegy. Akkor majd ki... Csak hogy ez a... tökéletes lehet. Jó, most ez a hely. Tehát nézzünk körül. Csak hogy... Kár. Most meg... Most meg jön. Itt hagyja, hogy él. Hogy ne nincsen meg az asztal. És akár akar... ezzel. Mi hasonlít még őt? Igen, ahogy mondtam. Néhány tortát. Na meg egy basztort. Azt is itt hagyjuk. Csak várja a két csendben. De... Figyelj minket. Vigyáltam. Ez egy... egy ügyvédi jelenti. Ez egy is egy ügyvéd. Ez papírból van. Ez egy hamis jelvény. Tehát ez egy egyik a fontos bizonyítékoknak. Tehát elég ott van. Miért nem veszi észre senki, hogy az egy jelvény hamis? Most ez. Ez nem érdekes jelvő. Van ott egy pop. Egy javítása. Talán a kocsiában végzett valami javítás. 15 ezer dollár. Valami a bumpernél, vagy az a fénynél. Ez ők... És a Calaverini éki. Ez a kicsi. Szóval ez nem a táj... Most ide. Ez valami kosz van.
Sure, this one is good. JBL. De az asztal nagyon hangos. Igen, jó csaj. Végeztél a kávét? Nem, aki megijedt. Igaz. Mindent megittad? És hogyha mert hozzányúlsz még valami az, ami nem hozzá tartozik, akkor van még egy csinálsz. Igen, hogyha hogy hozzányúlok. Hát biztosan tett bele valamit. Fáj, jó. Vagy talán búkeni. Ez egy demo. És rá van írva, hogy MC Bamba. Erről beszélt Maggie. Szerintem szervi, mert hát ez nem igaz. Akkor még több kávét nyitok fel, hogyha megteszünk. Most ugye jön az üvöltés. Vajon nagyon f***e. De a tigőstől aztán nagyon fél. Iszonyatosan fél. Nagy. Ő a legijesztőbb. A harmadik epizódban. Senki vádol azért a poszért. Hát ez most tudom, hogy megbánja. Minden. Most éppen ezt bántani akarna, de... Csaj megjelent, beismerte, hogy azt a koszt ő okozta. Nem biztos, hogy a halált kívánta, de képen. Kedves. Vele. Semmi. Hát rá nem méges, de rám igen. Ez egy beteg faszopó. Hát ez mi... Mert még adnak kávét, hogyha kölcsönről van a szó. Hát vagy őrült vagyok, vagy ostoba, hogy ő üdvözlőd el. És ő tényleg akarja a meghívni. Tényleg akarja meghívni.
tényleg az átfűz. Senki nem az úgy fel. Egy kis lány, te vigyem haza. Kicsit itt még van, de nem lehet vele beszélni, mert egy fasz fej. Jó, az így elment, mert bántani akarna. Hát, kényszerűen gyenge hangereje, de Tigreje a leghangosabb. Bárkit megijeszt, aki csak akar. És miért? Mert ő... Igen, mondom. Ha meg... Már én ne tetszeljen meg! Szóval Violet. Szóval itt lehet árulni a költ. Árulni a költségünket, amit aztán vissza kell majd fizetni. Úgy 500 dollárt tartozott. És miért fogadja meg a kölcsön? Tendre rende az én oldalmon áll. Mert több kávét is van. Hallottam a felek, hogyha még és kajtő is tudod csinálni. Mi történt? Tudsz a szincidensről, amit... amit a nyomozunk? Én szintén. Akit megmérgeztek az internetben. Az napon ő ott volt a menzserre. Furio Tigre. Van egy érdekesség, annak miért hívják így. Fury, másképpen mondva Fury. Ahogy csak amikor azt mondom Fury, akkor dühös. Nem véletlenül, hogy üvölt az a fasz. És miért tigris? Mert úgy üvölt, mint egy tigris. Tehát ez egy olyan ijesztő. Mert van a Doppelgangernek az igazi mert? Többet kell tudni róla. Tehát olyan az Alphinix. Sőti. Ez. Maga a csinálta. Magas. Vesem. Ők először. Tehát a Igris is a lánybét dolgoznak együtt. Szerelmes pár. Tartozik neki, mert ő megment. Szerintetek, hogy így írjam Don Tigrét. Megmentette az életedet? Egyszer majdnem meghalt. 4 hónap ezelőtt a doktorok cserben hagyták el.
de Don Tigre megmentette. És minden felhallott. Boldog volt, amikor rájött, hogy amit tett vele. De ezt nehéz elhinni. Gondolta, hogy visszafizeti valahogy az életével. Azzal, hogy felszolgálja neki a kávét. És az, hogy Godoy hallandó erre ide jönni, mert ő nem kell találkoznom vele. Oké, és mi volt a kávé? Ezért van az a sérülés a férjem. Az operás után tették rá. Kis sérülés és végzetes sérülés. Ez van a sírvés a fején. De... ezt nézzétek. Négy szálok. Tehát négy szálokot kell most megnyitni. És egyesével. Meg kell találkozni az erről is. Vitamin Square. Ez egy bolc, mi... Hát egy miért... Mi sem akarna f***ni, de... De én nem hagyja. Megik a víz. A fiú, amikor jó voltak. Sádat volt nekünk. Nem vagyok meglepve. Bezsületét dunkra tettem. Hám. Most már majd így dobálja. Démon. Bocs, amely a teentős. Nagyon lenézték, az biztos. A gyerek mész bohóc, aki egy lánynak a hátát nézte. Vagy felszúrán a lánynak. Aki nem tud emlékezni az arcára. Szemét állod. Hát ő tényleg látta, hogy... és tényleg látta, hogy port szól. Maga kapucsinó. Na, még a fülhallgató is kívánt. Csak egy hívát védett, hogy eltölte a vázát. És már megint dobál tovább. Kézi munkára a folytatóra. Hát egy kéz mi az volt? De született a kézi munkás. Yeah.
bírónak rá akartak kiáltani, hogy tiltakozó! És rájuk ott a dobál. Ügyvédnek akartál lenni, meg a fiatal. Hát cunamis pusztátság van a belsőjében. Szakida! Hagyjuk beszélni! Mindenki előbb ki aztán elnyit a bőveket. Ez még azt is mondták nélkül, hogy mit mondott? Hívja maga. Tehát hívja a rendőrség? Én tudom a mobil. Úgy tűnök ki, mint akinek valami alatt tűnt telefon. Telefon fülkét használ. Hát 5 perc múlva hívta, hogy akarok végig. Hát 5 perc az itt szíves után. Hát tulajdonos ő maga. Miért nem adott a bíró? Nem adtak neki esélyt arra, hogy kidobták a bíróságról. Ahogy azt a bíró mondta. Hát többet mondaná, csak ugye megfelelkezik arra, hogy Godó megitta mind a 17 kávét, így még, hogy ő se adott volna esélyt. Szóval minket vád. Hogy fontos, hogy Mr. Kudo hit. Az időszámít itt inkább. Százva halott volt, tömegé pedig elálljon. És ő egyedül volt az étterem. Talán szándékosan üldözte el. Tehát valaki nem akarta, hogy az étterembe. Hehehehehehe.
ebben galakaki makinek. Galambkaka! Galambkaka! Megivel is beszélünk ilyen most már. Kaka. Na itt most már lehet beszélni mindjárt. Hello, Megy. Tényleg már kijött? Hihetetlen volt a jó. Nem féltél? Denver volt az egyetlen. Hát mások valomás sosem egyezett. Nem úgy, ahogy elmékezett az incidens. Mert hogy ő is nem eszik. Elgondások. A legjobb elmondás az a másik fickó. Akit látott az ánzott asztal. Ő szólt a látta kávé. Kávé azt az ilyen. De kurva nem ezt mondta. Hogy ezt a pincénőt csinálta. Tehát az eltűnt több izgót el. De nem csak azt tűnt el, hanem a CD is. Screwdriver. Színes után elállt, amikor Glenegg meghalt. Megalázva volt, de hiszen de zsaló volt korábban. Amikor felkelt, akkor az étel már el volt zsalókkal. Miért tudtam volna, hogy mi történik, letartóztam. Az idő, amikor az áldozat meghalt, és amikor, az idő, amikor megjönt a rendőrség. Nem tudod, hogy mi történt Trillian-ben. Mi a fontos? Ez biztos, hogy szkultént a kép. Az öreg bolc nem is volt a étteremben, mert kérdik, hogy Jay hívja a rendőrséget. Te meg elágyottál. Ami azt jelenti, hogy Armstrong egyedül volt az étterem. Egy bizonyos ideig. Szóval sajnos megvan annak az esélye, hogy Armstrong szándékosan verhette el. De hát nyilvánvalóan ő is benne volt ebben az egész büntényében. Már nehéz elhívni, hogy Armstrong nem árvatta el megint. Ez olyan, mint hogy a mester megharapta volna azt a kutyát, amelyik elvett.
Én biztos vagyok benne. Az egy bolt az. Egy egyedül bolt. És mit tud a... Az egy bolt. De egy biztos. Hát jobban van, de a terüken. Itt a bíróság meghallgatásokon már ilyenkor. Csak ezeket vettél át a sikamhoz. Ha van valami a fejében, el kell mondanom. És hogy ha van közel az öreg bóhoz. Viktor való más. Amikor azt a kávét tette az asztalára. Még egy fogyasztó volt az étteremben. Nem egy öreg fiszkó volt. A másik fogyasztó egy nő volt. De nem 100%-osan biztos. És hogy nézett ki? Hát elég ijesztő. És van. Kulcsán nevetett biztos. Biztos fiat a Calaverini-re gondoltam. Még valamit ne felejtsünk el. Van valami. Mi az? Hát vés. Hogy én csináltam. Hát csak hogy ez... Csak hogy ez elke a csiba volt, kimondani, ahogy gáncsú terület ki van. Aggódik érted. De nem tudja elfogadni. És az a kifogásra állt elő, hogy a bűtető center szabályai. Hogy nem tudom. Ne így. Szóval. Így is bezárnának, hogyha meg. Egy excenter ből átváltott vincénő mondja ezt elég ijesztő. Most azt megy mondani, hogy utálja a bírsvit. Pedig ezt elég nehéz elinni. Miért utána a víz? Egyébként meg nekem adja az egész. Jobb is, hogyha megesszük, mint hogy kárba veszem. Tehát ön kapsó kajáját meg, megettem majába. Szereti a víz, szeretem a víz. Hát örül, hogy nekem.
enjoy, isn't it? Megint gond van. Már megmondta, hogy ne használok kockát. Így dolgozik online. Így állítsa, hogy szoppon felálltál. Az várhat, de... Kukancsolja. Majd ne dolgozik. Hogy nem lehet neki? Meghallgattál és őt. Egy. Nagy problémáink vannak már. Mint hogy tud? Egy vírus. Egy vírus tépiszét a meghallgatás számítógépes rendszerét. Figyelmezted, hogy bármennyi adósságom is van, neki egy kölcsönt a Tenderlendertől. Oké. Okay. De hogyha pénzpolvigámat van, de hogy akkor diétázzál, vagy ki? Mi nem gondolunk arra, hogy vegyünk kölcsönt... Információ kéne erről. Hát ez... Ez a hely nagyon bűzlik. Ez jobban bűzlik, mint egy átlagos, illegális kölcsön. Hát van fél baj. Hát kemény kezdőek. Nehogy körülnézzük. Bánni fogom, hogyha feldújítem az itt. Itt van az elején. Azt a nő. Még nő veszem. Computer views. Szóval tőlem kérdezik meg, mi az a vírus. Hát azért van néhány tapasztalatom. Csak az alapokat tudom. Eric professzor. Dr. Wright. Viszlák úgy oldak rajta. Nem egy szakértő, de legalább megmondtam az alapokat. A vírus egy olyan program, ami a komputerben egy kárt okoz. Azt hiszi, hogy így valami BOOM! Ilyen. Hogy így akkor. De voltak éppen a kár. Az beesett. Szóval belül. Az a vírus tönkretelti még az adatot is. Nézzel ki. És feltőzni is tud. Legtöbb komputer kapcsolódik valamilyen hálózat. A vírus terjedhet egy masinába, vagy másikba. Hálózaton keresztül.
Szóval gyorsan és gyorsan terjedt. Hasonlóan, mint a koronavírus. Mint egy igazi vírus. Miért akar bárki egy olyan programot? Miért akar nem? Ők nem fertőzik meg a masinákat. Ők csak egyszerűen küldik a vírus makinát. Elég borzasztó. Ez olyan, mintha rátisztente egy kódóra, és így aztán kapja alá. Hát talán ezek bizonyára eléggé örülök. Hát bennekem biztosan nem lenne részünk kész. De ez bizonyára nem lehet átvenni ezzel. Egy rossz program, ami kárt. Na most tartson tőle távol. Mi lehet rossz? Neve Viola Cadaveri. Ő az egyetlen unokája Bruto Cadaveri. A Cadaverini család bőni kell. Ők erősek a rendőrség. Mentés. Most lássuk be róla, mit? Tigris. Ő nem egy kölcsöncápa. Ő egy nagy kölcsön. Ne fizess ki. Ő ne fizess ki, amit egy esetleg tartozol. És jobb, hogyha ha imádkozol, te élve meg ezt. Már bizony el kell tudni. Bizony. Kik azok a kategóriák? Érztő emberek. Gősfejtő. Ők nem számít, hogy kölyök vagy-e, vagy sarló. Azok a fiszkok, ijesztő. És jól értenek a bűnözéshez. Hát, múlva nem tudom, mit jelent, mert tőlünk az interneten sem tudtam kirejteni. Hát ők a fekete piacon kereskedő. Bizony a tendel rendelnek is van az elhozvány. Hát senki sem dacolhat Bruto Cadaverinire. Szóval egy... Szóval Bruto Cadaverini egy maffia főnök. És unokája Viola. És nagyon szereti a kislányát. De ki ő a mindene. És hogy végezte tender rendet?
az egy szoros kötelékban, de a könyök is szerintem elmentek. Ezt mondják a fájban, de amíg még van közel, még így. Szibóvel volt, akiben egy kobüter. Vírus, ami minden kobüter megfelelő. Szóval a bűnözők használják ezt az ilyesmi. Hát ezt fenyegetésre szokták használni, hogyha a követeléseik nem tart. Szóval a bűnözői alvilágban van az a fajta vírus. És vészeljelről már szabadon van az álmozók. Ez mindegy egy szándék kivetet. Ezt eladásra használtam. Amit ilyen erős. Ez egy több, ez milliókat. Ilyen vírus sér van. Ilyen sér van. Így a legfontosabb dolgot elfogadom. Hogy ment ez a... golyás dobozó? Hm? Az apja azt mondta, hogy utálja. Hogy milyen? Hogy hiszed? Finom volt. És azt hiszi, hogy ez... De hiába mondanám meg az igazat. Beszélj tovább. Gondolta, hogy ez fog történni. Tehát erre felkészült. Még egy újabb adag. Szóval adja már ezt később. Bizonyára, hogyha szabad lesz. Csak ugye nem kell mindent megednünk. De az vált a tárgyalás végéig. Nem viszont, és ezt... Szerintem. De jobb is, hogyha a gársodat eddig nem tudja az igazat. Még jobban lenne törve. Ja. Nem bír többet enni. Szóval
in our head, Bruce Springs Inc. Ez egy high-tech eső. Mindegy is elektronosságot érez a levegő. Ez egy komputer cég. És elektronosság nélkül nem tudnak dolgozni. Hello. A bej kicsit korlátozott. Engedélyezett személyek számára. Ez a Computer Program Laboratórium. Ennek rengeteg titka van. Egy információ se vagy, hogy kölje el itt a hely. Ki ez az ő? Olyan, mint egy robot. Lisa Bessie. Egy... itt az igazgató. Olyan, mint egy szellem a kajtó. Nem adja az eszköze van, mint Clegg. Szipróba, ez az HMD. Élvezzék, hogy viselhetik. Jó, van, veszünk. Ez az széges bizony. Mi annonzálunk, hogy itt egy kis adatmenedzsment rendszert. Hát ez nem érdekes, ez nem is kell. Ők dolgokat analizálnak. A termelnek az, hogy célébe kerül. Itt mindenki első számú programhoz szól az hogy milyen foglalkozom, azt nem hiszem, hogy érdekes, mert úgyse tudom, hogy rendesen elvastam. Kezdjük ezzel. Viszont rendetlenség van. Ez mindig egy. Ez bizonyára a lóversenyje. Ezek mind vesztes. Ezek aztán volt megtalálni. De bizony tényleg fel kell használni. Na, de most. Oké, december 3-at írt a... Amikor megölték... Glenn Elget. Még valami. És azt írja, hogy találkozást...
És vesztességek. Itt kapható ide egy dolog. Amiből sokat vett, és sokszor vesztett.
És bizonyára a bukszaja egy rossz állt. És ez egy bizonyíték, hogy bajban lehet. Mert ez így volt. Igen, Glenn szerencsi játékos volt. És nem szólt a példáját követni. Akarnánk is nincs egy pinkre. De ha ilyen, nincs probléma. És meg volt a félmillió dolláros jegye. Miért került volna a bajba? Igen, ő az. Hát neki ne lehet basszusik kölcsön. Úgy van közel a politikai. Nem tudja, hogy kettő között mi a kapcsolat. És meddig egymást. Te ide! Ő a főnök a kölcsönnyi után. És letartva. De van, miért van megijedő? 100 000 tartozott annak a f***ba. És végül megijedte a lottó. Hát neki, megijed, nem lehet itt ilyen szükség. De mi van akkor, hogyha nem ijedte volna? Mi lett volna a terve? Nézd meg gondolom. Hát ott képessége egyszer csinál valaki, úgyhogy 20-10-es képesség. Biztos a programozás. Milyen komputer program ér 100 000 dollárt. A program elgondolom, hogy
stay that. Ez az a vírus, ami fertőzi a k***t. Hát egy szerencsejátékos vírusa volt megfertőződve. Milyen volt? Tazolás a 100.000 dollár volt, és nézd volt kizet. Néhány extra munkát is akartam vállalni. Van mi is volt. Vagy talán a pincéje is akartam. Tehát ő elgazalkott olyanok a vírus. Igen, ez több millió dollárt ér a fekete piac. Tehát akarkata volna kifizetni a tartozást. Felálltak a lóversenyképpen, szükség. Visszadobja a földre. Összeállja a kukát. Hát adjuk fel azt a négy szájlókot. Fejj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 
És ízet és sérül is szereti a fejét. Nehéz volt az operálás. Vagy tehát valaki tőség. És éreztünk van közel. Ez az a kocsi, ami nélkül van közel az... a vasához. Ez a számlát a kalabellinik... adták. Mit csinálnak? Say that! Vajd a kedvem elég. És... fogalmi baleset által... tényleg kívülve. Egy összetve. Így hol a bazett. A család autónában vezetettem egytől. Valaki kilőtt. A kiúzott.
miatt nem vedett el bars. Próbáltak kikerülni, de... Megsérült a feje. Mit tehetett azt a fiskóval? De mégis eltölt a... Ő nem sérült még semmi. A tigrise okozta a hajlamást. De eltölt az egyik lakon. Hát gyanítja, hogy ő ott. Viszont így kogottja a közülük a vasnézőt. Ez vagy a scooter. Take that! Ez nem valami képen. Egy scooter elment. És itt van a sérülés rá, a bizonytéknak. Tudod a cikot, nem? Így egy lakatot be kell. Ez fúj a tigre tizet. De még tudják, hogy ki okozta a vasat. Ez egyszer. Tudja, hogy talán igaz. De... Akkor is megvezette a férfi. Nagyon drága volt. Nagyon drága. Ugye azért jelentek ki az operálását, mert ő gondolta. És itt nincs. Igen, szerintem miatt a törők jelentek ki az operálását. Hogy valaki miatt. Take that! Kádeből indi, a fekete piacon kereskedik. És te vagy a legjobb kereskedik. Nem tudom, mennyibe került az operát, de... Ha nem volna Kádeből indi úgy... Gondolod, hogy tigre, akkor is kipszette volna a pénzt. Négy hónappal ezelőtt egy közúti balesetben volt, ezért kellett operálás. Amikor felébredt, azt mondták, hogy már nem olyan súlyos. Négy hónappal ezelőtt már felépült. $1 millió kellett az operálás.
a nagyobb a elrendelte Don Tigrétől, hogy az $1 millió a kompenzálásra. Vagy a Cartier-t is kint. Ez már úgy megy, hogy fizes, vagy nagyon komoly bajba kell. Bizonyára az a maffia főnök nagyon megfenyegethette Tigrét. És ennek kell, hogy legyen valami közel a mérkőzéshez. És Cartier is. Inni akart neki, hogy Tigré azt mondta, hogy ennek semmi köze a nagyapjához. Hogy azért tettem gondolt rá. De most úgy az igazságot már le. Na, csalódott Mr. Tigrébe. Tudta, hogy ez igaz. Amit tett a pénzzel... Most amit tett azért, hogy megszerezze a pénzt, az nagyon gonosz volt. Ezért is segített neki. Ez az orvosi papír. Brutó kártevői végkorokkány. Ki kellett fizetni a kártét is. Tehát egy ajánlatot, amit nem utasított el. A baby vállalva. Ez elnézt. Ez megbocsátottatlan. Két dolog elnézhetetlen itt teljesen. Végezés és az árulás. De van még egy harmadik dolog, és amit nem lehet elnézni. Az, hogy Alf ügyvének kiadni maga. Hát azt, hogy ügyvének adta ki magát ez a fosztfej. Ebből. Hát az már tényleg mindenek a tetején, hiszen ezzel tönkretette Felix Wright hírnevét. Ez kezd félre, csak egy gyáva képes megbánta egy emberi ilyen aljas taktikát. Szóval úgy jön, hogy Tigre a célpontunk. Ő kell lemutatni. Már lesz szükség. Úgy veletek. És ez a trébieme. Már vált rám. Tényezünk kettő néhány dolgot. Ez a passzikó megjelent. Már beszart tőle. Szasztal vár. Mi se adjam oda? Orvosi papír követeli. Kedvelői bíztam be. Ezért mondta, hogy s**t. Hát nagyon lenézi az lányt. De nagyon megkeserül. Tudod, mi szomorú? Megmondom, hogy mi szomorú. És ez nem... Ez csak az art. Azt hiszi, hogy Jeremy, hogyha Brutó lánya... Ja, azt hiszi, van hatalma felette. Az...
De nem hasadom, hogy excelszt. Rohad. Holnap a mi... Lebuktatlak azért, amit tettél. Őt vagyok, vagy szíj... Nem érdekli, hogy odaadja el. Kettem vagyunk egy ellen. Táruló! Ez össze nem egyezkedett rá. Megbaszott az a faszopó! Meg akarja semmisíteni a bizonyítékot. Előre elvette a bizonyíték. Hát az lett volna az utolsó bizonyíték. De... Gunshot eredeti megjelenik. Követem, hogy Bita Kral és már erővel el is vette tőle a bizonyítékot. Tehát kapcsolatban elég erős, hogyha elbánjon egy ilyen veszélyes tigrissel, mint ő. Hogyha még megsérülök, ki tud, ki fog gondoskodni megint. Az Gamsu. Na, ilyen esetben volt itt. Mert már Gamsu tették egy hajlandó mellé már. Mert itt a barátnője illete a tét. De nekem hamarosan befelejt. Folytatjuk. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomatok egy lájkot. Tehát legközelebb... Ez volt a más nyomozás. Zsuzom, szevasztok.